Köszöntöm a kedves nézőket, ez itt a Heti Kortárs, a Heti TV kulturális magazinja, én Gajzágó György vagyok. Ezt a műsort azért hoztuk létre, hogy ezt a kortárs szektort, amit nagyon sok félreértés feszültség övez, egy kicsit közelebb hozzuk önökhöz és megismertessük olyan személyiségeken keresztül, akik ebbe a dologba valamit tesznek, ahhoz, hogy ez a dolog jobb legyen. A mai nap különleges, mert nem egy, hanem kettő vendégem is érkezett. Schneller János művészettörténész, kurátor és Bánki Ákos képzőművész, szervusztok! Szervusztok! Köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást, és egy olyan projekt kapcsán gondoltam, hogy gyertek el és beszélgessünk, amit második alkalommal ugye rendeztetek meg Lovason, sőt most már Csopakon is. Ez a Garten művészeti bázis. Bázis egyelőre. Bázis. Fesztiválnak nem mondható még, de most már kezdi ugye lassan ez a dolog kinőni magát, és készült erről egy kis felvezető, amit most akkor kérnék bejátszani. Hát ez nekem nagyon tetszett, tehát hogy amikor először lejátszottam ezt a kis videót, akkor ez sokkal hosszabbnak tűnt, mint rá is csodálkoztam, hogy 18 másodperc, vagy valami ilyesmi, tehát hogy nagyon nézhető. És mindjárt, ami szemet szúrt nekem, hogy ugye itt ez egy eléggé szektorizált terület, ahol mi dolgozunk, de itt nagyon sokfajta művészeti ág megjelenik, hogy ezt a dolgot ti kifejezetten ilyen koncepcióba elhatároztátok az elején? Én nem csak képzőművészet, hanem mik vannak még? Hát igen, abszolút. Tehát ezt kezdettől fogva, amikor kitaláltuk Ákossal ezt az egészet, hogy Balaton és képzőművészet és vásár, akkor tudtuk, hogy itt muszáj lesz programot is csinálni, mert Budapesten rengeteg kulturális program van, ott elég nagy a konkurencia, viszont a Balatonon viszont nagyon kevés az igazán jó minőségű kulturális program, és úgy gondoltuk, hogy a képzőművészetes társítunk olyan egyébként teljesen közvetlenül kapcsolódó társművészeti programokat, mint a Kertmozi, aminek egyébként is nagy hagyománya van a Balatonon, akkor a pódiumbeszélgetések, tárlatvezetések, koncert, különböző experimentális dolgok, illetve hát olyan performanszok, amelyek egyébként is kapcsolódnak a képzőművészethez, és akkor így találtuk ki azt, hogy minden este legyen valamilyen program. És akkor ez tavaly is már megvolt, idén pedig gyakorlatilag egyetlen hétfő kivételével összes esténken volt. Volt, hogy egy, volt, hogy több program is. Ugye amikor ez a dolog elkezdődött, akkor még a Covid válságról nem beszélhettünk, tehát ugye a tavalyi az teljesen más kondíciókkal indult. Ugye itt az idejének ez a szlogénje, hogy művészettel védekezünk, ez egy kicsit egy erre is ott utal, hogy benne vagyunk ebbe a Covid válságban. Azt szeretném megkérdezni, hogy mi a kettőtök között, ugye barátok és munkatársak is vagytok, hogy mi a szerepleosztás? Tehát ki mit csinál ebbe? Van-e valami ilyesmi, hogy én inkább ezt, én inkább azt? Hát azt gondolom, hogy van egy nagy ötletelés, hogy hova. Mindig valamiből elindulunk valahova, vannak nagy céljaink, és akkor ahhoz képest megnézzük, hogy épp adott esetben melyik feladat kihez passzol, ki melyiket vállalja el. Azért ezt meg kell említeni, hogy vagyunk ketten, de van egy nagyon jó és stabil háttér munkatárs csapatunk, a grafikától, a videón keresztül, a social médiáig és egyéb olyan ügyekben, akik segítenek minket. Úgyhogy vagyunk mi ketten, és van még egy bázisunk, a segít. Ez egy 7 embernek a összetartozó, összekötő munkájával. Ezt én nagyon értékeltem, ugye a kedves nézők most látták ezt a videót, de egyébként az összes sajtó megjelenés, meg a Facebook kommentek, meg minden, tehát hogy látható, meg a fotóanyag, ami készült és folyamatosan meg volt osztva, hogy itt egy profi csapat van, és úgy gondolom, hogy itt valahol a képzőművészeti szektornak ez az egyik ilyen kis problematikája, hogy a profikat hogy lehet elérni, hogy azokat ugye meg kell fizetni. Tehát bizonyos szempontból lelkiismereti és lelkesedési alapon lehet foglalkoztatni embereket, de azért a profi szektor az nem arról híres. Tehát hogy erre készült egy üzleti terv, tehát hogy áll össze a cashflow erre például? Hát erre van egy, igen, ahogy mondod, hát itt mindenki nem csak szívességből, de nagy odaadással, és ez nyilvánvalóan nem a piaci áron, de áron dolgoznak nekünk azok az emberek, akik látják azt a víziót, amit mi kitaláltunk, és
részesei is, és részesei is szeretnének lenni, és ezt így velünk együtt görgetik. De nyilvánvalóan hát a profik profikkal dolgoznak, egyszerűen kellene megfogalmazni. Hát ez van. És nem adjuk alá. Igazából ezek alá. Régi, tehát igazából ezek elég régi kapcsolatok, meg régi együttműködések abból a szempontból, hogy mondjuk ugye a Hajna, aki egy nagyon nagy részét csinálja például a Facebooknak, illetve kapcsolattartásnak vele, én már most már 5 éve együtt dolgozom. Az Anna Maria, aki az Ákosnak a felesége és vágó egyébként, ő csinálta meg a honlapot, illetve például azt a videót, amit az imént láttunk. És akkor persze vannak olyan emberek a csapatban, akik pedig úgy jöttek hozzá a csapathoz, hogy látták, hogy ez egy jó kezdeményezés, szimpatikus nekik. Tehát nyilvánvaló, hogy több ez nekik, ahogy az Ákos is mondta, mint egy üzleti dolog, hanem ez egy lelkesedés is. Tehát, hogy benne van az, hogy ők szeretnének ebből az egész képzőművészeti szénából valami többet, valami mást egy picit kihozni, és akkor így szépen összejött egy ilyen csapat, akik, tehát hogy mondjam, nem főállásban nekünk dolgoznak, de mindenkinek van egy része az életének, vagy a munkájának, amit ebbe tesz bele. Uh-huh. És ezért megkapja a fizetését, vagy amit éppen akar, ha akar, akkor egy festményt választ. Uh-huh. Ez most már egy ilyen fenntartható projektnek tűnik? Tehát hogy látjátok ezt? Hát, mindennek van egy kockázata, és nyilván az első az megkülönböztethető a másodiktól, és ez egy kicsit ugye handicapes volt a válság miatt, de hogy ez most hogy alakult? Hát fenntarthatónak tűnhet abban a szempontból, ha minden normális lenne a világban. De most nyilvánvalóan azért ez a tavasz egy nagyon nagy akadályt, vagy egy ilyen feladatot tett elénk, és mi úgy voltunk vele, hogy eldöntöttük már rögtön az elén, nyilván voltak gondolkozások, hogy lehet-e, nem lehet, de azt mondtuk, ameddig nem jön egy olyan határozat, hogy ezt nem lehet megtartani, addig minden az eredeti tervek szerint megy, és nem adunk alább azokból a gondolatokból, azokból a tervekből, amit még februárban, januárban tűztünk ki célul. És ez a fajta erő, és közben kialakult, hogy művészettel védekezünk, ez nekünk is egy fajta kiutat jelentett maga a projekt, hogy átvészeljük azt a 2-3 hónapot, ami bezártsággal, vagy valami fajta bezártsággal történt. Akadályoztatás. És maga a csapat is ennek nagyon örült, és akkor 3 országból lett összehozva ez a projekt, és maga a technika, a rátállás, a meetingek, a konferenciák, azok a fajta stratégiai dolgok, azokat nagyon meg tudtuk csinálni. Nyilván voltak akadályok, utána voltak olyan dolgok, amiket nem tudtunk az eredeti tervekhez képest megcsinálni, de ez mind annak a következménye, hogy lett ez a furcsa helyzet. A szándék ugye az kicsit inspirálja az embert. Egy fordidézetűt egyébként eszem, hogy az akadály az egy félelmetes dolog, amit akkor látsz, ha leveszed a szemedet a célról. És ez nekem egyébként az egyik kedvenc idézetem. És azt láttam egyébként a posztokban, én sajnos nem tudtam lemenni, tehát hogy, és nagyon sajnáltam, de igyekeztem ezt a dolgot a posztokon és egyebekkel, meg az ismerőseknek a visszajelzéseivel figyelemmel kísérni, hogy ilyen teltházasok voltak a rendezvények. Igen, tehát hogy mi is azt néztük, hogy gyakorlatilag meg 3-szoroztuk a tavalyihoz képest a látogatószámot. És ugye hát ez egy kis kert, ha ki nem volt ott, az úgy képzelje el, mint egy nyaralónak a kertje. Ahol mondjuk 50, max 60 ember tud leülni, a legnagyobb, vagy legtöbben, azt hiszem 80 valahányan voltunk, az volt a rekordszám. Na, a social distance azért nem nehezen volt tartható. Tehát, hogy itt ott már ez kicsit véleményes volt, de egyébként, hogyha megnézik, igen, a nézők is a fotókat, akkor látják, hogy itt azért minden este ilyen 50 körüli nézőszámunk volt. És ez tényleg azért volt nagyon lelkesítő, mert hogy kiderült, hogy amit terveztünk és gondoltunk, hogy van rá igény, arra tényleg van igény. Ezek jegyes? Ezek most már idén jegyes, tehát mennyi volt a beugró? Hogy különböző jegyárak voltak attól függően, hogy milyen programok és mennyi volt. Mert volt olyan például, hogy volt egy tárlatvezetés is, meg egy filmvetítés, vagy egy pódiumbeszélgetés és egy filmvetítés, és akkor általában ez ilyen 1000-től 3000 forintig bezárólag volt. És ugye ahhoz is, azt is hozzá kell még tenni, hogy egyébként pedig a délután 3 órás nyitvatartásunk
6-tól az esti programig, tehát 6-7-ig folyamatosan jöttek az emberek, tehát nem az volt, hogy így ülünk, és akkor ott üres a galéria, hanem tényleg az volt, hogy egymásnak adták a kilincset a ez családok. Ez emberpróbáló dolog, tehát ez mennyi ideig tartott? Hát ez 3 hét volt, tehát augusztus 1-től 22-ig, tehát ez pont 3 hét volt, de hogy tényleg az volt, hogy így körülbelül ilyen napi átlag 100-120 ember ott megfordult, akárhogy is számolom, és nyilván a megnyitón meg a nagyobb eseményeken még többen is. Tehát, hogy abszolút hogy sikeresnek mondható, és nem csak a környékbeli falvakból jöttek, vagy településekről, hanem volt, aki Zamárdiból, volt, aki lejött Budapestről egy-egy programért, volt, akik a Káli-medencéből átjöttek, tehát abszolút volt egy ilyen mozgás a dologban. A vízió, amit mondtál, Ákos, az szerintem egy nagyon fontos kulcsszó. Tehát én is úgy gondolom, hogy ha valamit elképzelünk, akkor azt meg tudjuk csinálni, és itt ugye egy kreatív szektor vagyunk, tehát azért én sok szempontból nem is értem, hogy kitiltja meg, hogy mondjuk itt a szektor problémáira mondjuk egy ilyen új víziót találjunk ki, mert ugye tudjuk, hogy egy komfortzónát belülről nem lehet megjavítani, hanem csak egy új víziót lehet elindítani, és abban meghívni azokat az embereket, akik esetleg ebben már nem érzik annyira jól magukat. Hogy honnan jött ez a tökösség, hogy ugye itt, mert hogy itt általában a rutinok működnek ebbe a szektorban, és dr. Bán László volt most legutóbb a vendégem, és ott is kérdeztem tőle, hogy hát itt millennium óta nem történt szinte semmi a múzeumi szektorban, és akkor ő pedig egyszerre fölforgatta ezt az egészet, hogy mi volt az ötlet? Tehát ez csak úgy jött, hogy csináljunk, és akkor beleugrottatok a kaktuszbokorba, vagy pillanatnyag jó ötletnek, és akkor... Én tavaly volt egy ilyen... Mondod, hogy talpast akartunk ugrani a Balatonba, de fejesnek sikerült. Tehát ez az egész úgy... Déli parton, nem? Déli parton rá, de nem tört ki a nyakunk, és akkor ez így lehetne fokozni, de hát ez az egésznek az volt, hogy... Én ezt nagyon sokszor mondom, hogy nekem a János tavaly januárban felvetette az ötletet, és ez egy akkora vízió volt, hogy használjuk ezt a szót szépen, hogy elsőre minden normális ember azt mondaná, hogy ezt nem. És abban a pillanatban azt mondtam, hogy jó, kezdjük el, nézzük meg, mert ez egy akkora dolog, akkora olyan, ami még nem történt, vagy amiben érdemes energiát betenni. Mert hogy mindig van egy, most én szlogenezni fogok, hogy vannak a teremtők és a követők. Teremteni kell, és nem követni. És hogy ezzel teremteni lehet, nyilván vannak követendő példák, amiket be lehet építeni egy ilyen vízióba. És meg is voltak azok a példák, azokat átnéztük, és ez a Jánosnak volt egy nagy víziója, amit megosztott velem, és ketten kezdtük el. És hogy ilyen tavaly még egy 2 óra alatt az egyik kávézóba összeraktuk a programot, letelefonálva, és akkor van meg az, hogy mindenünk megvan hozzá, csak ki kell, ha megvan a vízió, akkor tudod a megoldást. Egyébként nem gondolkozol egy ilyenem, pedig egy telefonkönyvben benne van minden. Tehát rá kerültetek a flow-ra, és akkor egy kicsit aztán hát már... nem, mi generáltuk a flow-t. Nem, mert a flow-t mi generáljuk, persze, erre majd valaki rájön. De hát az volt a durva tavaly, hogy úgy álltunk ott szerintem áprilisban még, hogy egy büdös vasunk nem volt az egészre. Tehát úgy vágtunk bele, hogy június, vagy nem tudom, tehát ugye augusztusra lett kész az anyag. Pénzzel a hülye is tud. Igen, és nem volt egy vasunk se, tehát úgy vágtunk bele, hogy jó, hát majd valahogy összeszedjük erre a pénzt, és akkor tényleg végülis ilyen csodával határos módon jöttek össze. De hallottam, hogy gyűjtők is például. Abszolút, tehát ez egy ilyen, majdhogy egy ilyen crowdfunding projekt volt abból a szempontból, hogy több tucat ember volt, aki ezt támogatta, vagy részt vett valamilyen formájában ennek a létrehozásában. És az Ákosnak meg volt egy olyan ötlete idén, hogy akkor csináljunk egy szita mappát, amiben 4 szita nyomat van, és ez egy támogatói szita mappa lett, amit 80 ezer forintért megvásárolhattak a támogatók, és ebből 16-ot eladtunk, és ez is egy ilyen bázisa volt ennek az összegnek, és természetesen olyan gyűjtők meg vásárlók adományoztak, akik látták már ebbe tavaly is a fantáziát. Mi volt a mappában? A mappában 4 művésznek volt egy-egy szitanyomata, ez egy kicsit ilyen urban, vagy városi művészet, meg street art, tehát Borsándi Balázs Boci, aki egy abszolút autodidakta művész, a Stark Attila, akit talán többen ismernek, a Baranyai B. András, illetve a Vörös Krisztián, akinek most már neve Vörös Csillag Krisztián. Szent Balázsi Vörös Csillag Krisztián, és akkor ő nekik, hát ezek ilyen groteszk, kicsit trash alapú, de nagyon vidám és színes dolgok, amikből készítettünk 40 darabot, és akkor ez a 40 darab volt a
Garten VIP mappa. Volt ennek valami címe, ennek a mappán? Hát végülis mit mondtunk? Urban Flow. Ez volt Urban Flow. Igen. Aztán ezt nem is gondoljuk egyébként, hogy ezt abba hagyjuk, úgyhogy jövőre is szeretnénk kihozni egy másik mappát, ott egy picit más stílusban. Ezt nagyon fontosnak tartom egyébként, amit mondasz. Tehát a mappák régebben azért benne voltak itt. Tehát az olyan volt a mappa a grafikai piacon, mint a bélyeggyűjtőknél hirtelen akartam kimondani, a blokk. Igen. Hát ugye ez volt a korona ékszere a sorozatnak, és akkor ugye ezt minden gyűjtőért nagy becsbe tartott. Igen, hát ennek van egy olyan rész, és ugye a piacon is kicsit felértékelődtek most azért a szita nyomatok azáltal, hogy ugye a 60-70-es évekre helyeződött a hangsúly a gyűjtésben, és mondjuk a pesti műhelynek a szita nyomatait abszolút festményárakban lehet megvásárolni, és ez mondjuk szeretnénk is, illetve abszolút beleillik a koncepciónkba az, hogy a szita nyomatot, mint a gyűjtésnek úgymond a belépő. És sőt, aukciókon is egyre többször találkozunk ilyen tételekkel, és nagyon jó áron kelnek el. Igen, meg hát a nemzetközi piacon is ez egy létező jó műfaj, és azt gondolom, hogy aki megvesz magának egy 30-50 ezer forintos szita nyomatot, és az lesz mondjuk az első műtárgya, az egy minőségi különbség ahhoz képest, hogy vett mondjuk egy sokszorosított posztert, vagy egy ilyen abszolút tucatárut. És ez abszolút a belépő, vagy ez az előszobája is a műgyűjtésnek, vagy a vásárlásnak, én inkább azt mondanám, hogy a műtárgy vásárlásnak. A piac az egy kicsit, az egy olyan dolog, tehát ezt nagyon sokan egyfajta ilyen evolúciós tényezőnek tekinti, pedig az egy ilyen művi dolog, tehát ugye azt építeni kell. És itt nagyon tudatosan kell, és engem szoktak elkézni, hogy ezt ilyen iparákként fogom, iparági gondolkodást, ez kifejezetten az kellene, hogy legyen, hogy kollektív előnyök mentén ezt a dolgot lépésenként építsük. Tehát ez nagyon jó projekt, és nagyon sok jó projekt van Magyarországon, de hogyha ezek nincsenek beágyazva valahogy egy ilyen tudatos folyamatba, akkor lehet, hogy nem lehet kimaxolni azokat a lehetőségeket. És ennek kapcsán megkérdezni, beszéltünk teltházakról, meg hogy sok közönség megötszöröztétek, de hogy ez végül is mennyire lett egy ilyen kvázi kicsit piacbővítő, piacépítő projekt, és mennyire maradt mondjuk egy ilyen kicsit a művészi szektorra jellemző kicsit bennfentesre, mert nagyon sok ismerőssel találkoztam, akik lent volt, és mondta, hogy ő is ott nagyon sok ismerőssel találkozott. Tehát, hogy mennyire sikerült újakat bevonzani? Én nem tudom, hogy ez mennyire bennfentes, de én az érdeklődők és a vásárlók 70%-át nem ismertem. Uh-huh. Nem találkoztam még olyan. Nyilván van az a szektor, aki eljön a programokra és megnéz, akiket mi ismerünk, vagy valami. De hogy ahogy a János is említette, hogy nekünk mindig az a meglepetés, az is egy öröm, hogy nagyon sok új elsőkép vásárló, hogy ez a belépő dolgokkal jönnek, érdeklődnek, lehet, hogy napokig visszatérnek, nézik, úgy választják ki azt az élményt maguknak, ami összeköthető akár a Gartennel, azokkal a programokkal, akik részt vesznek. De a Garten ez nem egy bennfentes dolog. Attól függetlenül, hogy nagyon sok ismerősünk vesz részt. Jövőre is lesz Garten? Tervek szerint igen. Uh-huh. Készült-e valamilyen adatbázis, hogy mondjuk ezeket, akik eljöttek, ezeket például meg tudjátok hívni jövőre is, tehát kényeztessük, customers journey, tehát hogy vigyük tovább az érdeklődőt, az érintett, érdekelt, elkötelezett. Hát egyelőre még csak a gyűjtők, illetve azok a vásárlók, akik vettek nálunk valamit, azoknak nyilván tudjuk az elérhetőségeit, de mondjuk például olyan adatbázist nem készítettünk, hogy aki belép, az rögtön adja meg az e-mail címét. Vannak erre trükkök egyébként, tehát hogy adunk egy valamit, és akkor ja, köszönöm szépen, és akkor esetleg tudnánk névjegy kártyát, és akkor már... De mondjuk azt például volt, csináltunk egy ilyen VIP plastik kártyát, amit azoknak adtunk, akik támogattak minket, de például valóban azokkal még nincs meg ez a szoros viszony, akik egyébként csak bejöttek, és mondjuk részt vettek egy programon, vagy bejöttek napközben, és megnézték a kiállítást. Erre majd ki kell jövőre dolgoznunk egy kicsit jobban visszakövethető, hát akár adatbázist is, vagy akár egy ilyen visszakövetést azokra. Igen, ez egyébként egy problematika, én is úgy láttam, hogy járok galériákba megnyitókra, és akkor ott ugye, tehát nagyon sok ismerős jön el, és a galeristák ugyanúgy, mint ti egyébként, egy szűkebb stábbal dolgoznak, és ugye Szervusz Pistán, Szervusz Gézám derégen láttak, és pont azokra esetleg nem jut figyelem, akik újak, és akkor azok ugye
tipegnek, topognak, mint szokták, még kezdő meleg a szaunában, és aztán valahogy nem érzi jó magát, nem érzi jó magát, és elmegy. Tehát, hogy pont, hogy végre mire oda elmenne a galériába, tehát nincs az, hogy jó napot kívánok, volt már nálunk? Nem. Hát akkor hadd vezessem körbe, vagy ilyesmi. Tehát, hogy ezt nem érzitek problémának? Nem. Nálunk nincs ez a probléma, mert hogy az a fajta figyelem, vagy az a fajta, hogy a Jenes viszont ugye 2-től 6-ig, amíg nem kezdődik a program, azért ott eloszlik az a fajta közönség, hogy tudunk velük foglalkozni, sőt érzik a hangulatában, hogy itt lehet kérdezni, vagy megvan az a fajta viszony, hogyha biciklivel jön, első kérdés, adhatunk egy szódát. Erre fel vagyunk készülve, hogy legyen, mert épp nincs a faluban, akkor abban az időpontban egy bolt sincs nyitva. Vagy ilyen dolgok, ez és jó. Tudunk kapcsolatot teremteni azokkal az emberekkel, akikben érezzük, látjuk ezt a küszöbb frászt. És úgy a programokkal, vagy a munkatársaink erre odafigyelünk, érzékenyek vagyunk arra, és nem ez a szervusz Pistán, szervusz Marikán, menjünk, ígyunk valamit, akiket ismerünk, hanem nyilván a programok is, és azért, és ahogy említettem, nagyon sok olyan ember van, akivel nem találkoztunk, és kapcsolatot tudunk velük építeni. Nyilván a tálatvezetések, utána az a fajta közvetlenség, amit a Garten hangulata közvetít, vagy a pajta, át lehet menni. Nyilván most meg is kell szólítani egy-két embert, mert hogy vannak több helyszínek, fel kell hívni rá a figyelmet, hogyha arról van, hogy megvan ennek a hangulata, a közvetlensége, és így ez már a másik féltől is függ, hogy elindul-e egy beszélg, akarja, hogy most mi bővebb információt. Ez emberpróbáló feladat volt, mert szokták mondani, hogy egy férfi ember általában csak egy dologra koncentrálhatni, arra se tud. Ne, ez egyébként és tényleg ilyen volt. Hogy... Itt akkor nagyon sok mindent kellett egyszerre. Hát nagyon, igazából, igen, tehát ilyen szempontból nagyon kimerítő volt egyébként ez a 3 hét, pont emiatt, hogy ugye az emberekkel oda kell menni, beszélni vele, leültetni, így áll egy fröccsöt, így áll egy szódát, és akkor nagyon sokan azt csinálták, hogy bementek, megnézték a kiállítást, kimentek a kertbe, leültek, ittak egy kávét vagy egy szódát, és akkor utána még egyszer visszamentek, mert megnézték, hogy mi az, ami tetszett, azt még egyszer megnézte, és ilyenkor nagyon sokszor volt az, hogy tényleg beszédbe elegyedtünk, nem is feltétlenül egyből a művekről, hanem csak úgy, hogy honnan jöttetek, stb. Tehát volt ennek az egésznek egy kicsit ilyen családias jellege, hogy ez a kert az tényleg annyira hangulatos, hogy ott így le lehet ülni, ott voltak ezek a sörpadok, és akkor tényleg volt egy ilyen picit ilyen, hogy mondjam, egy ilyen betérő jellege, vagy egy ilyen bázis, ahol ott feltöltheti az ember a kulacsát, úgymond. Ez ugye nem egy non-profit, ez egy for-profit, mert hogy ugye fönntarthatónak kell lenni, tehát hogy az eladások egyébként úgy jól működtek? Jól, igen, tehát a tavalyihoz képest is azt kell mondjam, hogy annak ellenére, hogy nem tudtuk előre, hogy most ez a koronavírus helyzet, hogy milyen hatással lesz mondjuk az eladásokra, de gyakorlatilag jobban adtunk el a tavainál. Mondjuk ez szerintem annak is volt köszönhető, hogy nagyon jó volt idén a publicitásunk, illetve annak szerintem, hogy nagyon kevés volt a konkurens program. Tehát ugye rendre maradtak el a fesztiválok, meg a különböző események, és mi pedig talpon tudtunk maradni, mert viszonylag kicsik voltunk, illetve nem is fesztiválként, hanem bázisként definiáltuk magunkat. Nem is volt egyszerre ott annyi ember, vagy a legtöbb esetben nem, és emiatt szerintem a sajtó is nagyobb figyelemmel fordult e felé, mert nem volt konkurencia. Igen, hát ugye, aki mer, az nyer, itt is ez egy kicsit előjött. Voltak gyűjtői beszélgetések, és számomra nagyon meglepő volt, hogy úgy nyújtatok ez a témához, ahogy én még nem találkoztam ezzel, hogy gyűjtés férfi szemmel, gyűjtés női szemmel, hogy ez most hogy vette ki magát? Mert volt, aki ezt például savazta, hogy hát mi ez a diszkriminációs. Mindig azt lehet savazni, ami történik. Persze. Hogy ez abból alakult ki, hogy a feleségem azt mondta, hogy gyerekek, én már nagyon unom, hogy csak azt hallom, hogy a János meg ti beszéltek erről a szektorról, én nagyon szeretném, hogyha a nők is beszéljenek. És akkor mondtam, hogy ez tök jó, akkor legyen egy női, legyen egy férfi, és kitaláltuk ezt, hogy akkor női szemmel, mert nagyon érdekes téma tényleg. Akkor a feleségem felvetett, ő meghallgatná. Ez az ő ötlete volt, és akkor nyilván akkor azt megtettük, akkor van a férfi szem, és tényleg ez egy olyan dolog, hogy ritkán esik erről szó, de fontos dolog a szektorban, hogyha ennek van jelenség, és azokat a szakembereket, azokat a gyűjtőket, azokat a kollégákat hívtuk meg, akik ebben érintettek. Nagyon érdeklődés volt, én ezt láttam, és ezt egyébként ti fölvettétek, közvetítettétek? Volt, amit rögzítettünk. Szerintem a férfi szemmelt ezt nem vettük fel, vagy igen?
volt, amit fel tudtunk venni, volt, amit nem tudtunk fölvenni, ilyen teljesen banális okok miatt, például, hogy nem volt térerő az egyik szobában, és akkor oda nem jutott el a wifi, vagy a wifi el nem ért el odaig, nem tudom. De azért videóra föl lehetett volna. De föl lehetett volna. Egyébként volt egy-két olyan beszélgetés, amit sajnálok, hogy nem vettünk föl, de közben meg egyébként meg nagyon sok emberhez eljutott, tehát mit tudom én, a női beszélgetésen szerintem több mint 50-en voltunk, és amikor a gyűjtés férfi szemmel, arra többen mondták, hogy ez volt a legjobb az egész gárdában. Te is egyébként úgy lehet mondani, tehát mi az alapvető, volt valami konklúzió, hogy mi a különbség? Igazából nem volt konklúzió, és nem is annyira erre hegyezték, inkább az volt ebben az érdekes, hogy más szemmel, más szemszögből beszéltek ők, más szemszögből beszéltek a férfiak, de közben meg hát ott volt a Topor Tünde, aki vezette a férfi beszélgetést, tehát hogy ez aztán nem erre hegyeződött, hanem sokkal inkább magára a gyűjtésre és a gyűjtésnek a természetére, hogy ez hogyan kezdődik el, kik, hogy vágtak bele személyes történeteken keresztül, és aztán az, hogy ez aztán hogyan válik esetleg mecenatúrává, tehát egy borzasztóan érdekes, nekem számomra is csomó új dolgot tartalmazó beszélgetés volt, úgyhogy abszolút megérte ilyen szempontból is, hogy edukatív volt. Na. Volt valami emlékezetes sztori esetleg, ami így hirtelen belül van nektek itt? Sok. Három hét alatt nagyon sok. Sztori volt, de az is érdekes volt, hogy a Vörösvári Ákos és a Kishonti Zsolt beszélt, hogy 30 éve kezdték, ugye a Vörösvári Ákos, arra odafigyelünk, hogyha vannak a szektorból barátok, akik a Balaton környékén működnek, beemeljük a gártem, hogy azokat a történeteket mondják el. Nekik nagyon sok közös sztoriuk volt, ugye az elmúlt 30-40 év alatt, és ezeket meg tudták osztani velünk, és ugye ez is egy nagyon érdekes beszélgetés volt, hogy a rendszerváltás után hogyan alakult, és hogy rengeteg olyan történet van, ami megmarad, most hirtelen nem jut eszébe az embernek, de én nem gondolom azt egyébként, hogy mindent fel kell tenni a YouTube-ra, vagy élőben kell közvetíteni, mert ez egy munka, ezzel meg kell tisztelni az embert, hogy eljövök, és megnézem, ha kíváncsi vagyok rá. Na, ki kell lépni abból a komfortzónából, amit a Covid okozott, hogy most mindent megkapok a YouTube-on. Most el lehetett menni, de voltak közvetítések, amik erre felkészültünk, de nem az volt a célunk, hogy minden kimenjen, és mindent megnézzünk. Értelek, én nekem mindig, amikor például itt a Kortárs Művő Akadémián vannak olyan előadások, amik tényleg fantasztikusan sikerülnek, akkor nekem fáj a szívem, hogy ezt nem rögzítettük adott esetben, mert egyébként rögzítve vannak bizonyos kurzusaink, de például vannak mindig új előadások, amik jobban sikerülnek, mint az előző, és akkor én úgy gondolom, hogy ezt úgy persze ezt lehet, hogy csak úgy bennem van, hogy úgy ezt úgy megosztanám. Tudom, hogy még nagyon friss az élmény, és még kicsit pihegtek itt a projekt után, de látjátok-e azt, hogy mi az, ami esetleg hiányzott és kellene, kicsit úgy a jövő évire gondolkodva, vagy esetleg így gondolatokat ébresztve, tehát is mi lenne mondjuk a tovább lépés? Tehát ezt szeretnétek duplikálni, vagy mi a gondolat? Igazából már idén is az lett volna a cél, hogy bevonjuk a környező településeket, és ebből igazából csak csopakot tudtuk, de ott is inkább egy magángalériát. És nekem a hosszú távú célom az, és azt, hát az Ákossal ugye ezt megbeszéltük, hogy az lesz a cél, hogy itt Alsóörs palóznak csopak egy-egy helyszínnel, önkormányzati galériával, vagy valamilyen olyan helyjel, ahol jó kiállítást lehet rendezni, bevonni ebbe az egészbe. Tehát egy picit ezt a régiót, ami egy nagyon szép borvidék, ezt kulturálisan feltölteni élettel, és továbbra is a képzőművészetet megtartva a fókuszban, létrehozni kicsit professzionálisabb színpadot esetleg, akár két helyszínt, ahol párhuzamosan mehetnek programok, illetve az, hogy legalább 3-4 olyan kiállítás lehessen, amiért már mondjuk távolabbról is érdemes ide utazni, vagy akár eltölteni egy-két éjszakát. Tehát, hogy ennek egy turizmus szempontból is legyen jelentőség. Egyébként idén is volt már, de hogy jövőre is ezt egy picit bővíteni, és aztán bele megpróbáljuk ezt az egészet a Veszprémi LKF 2023-ba is, mint egy társult programot becsatolni. Hát ez nagyon jó hangzik, és hát nagyon sok sikert kívánok hozzá, és nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek ide a műsorba, és a kedves nézők is, ha esetleg nem jutottak el a Gartenre, akkor ugyanúgy, mint ilyen kicsit képek kaphatod, hogy miről maradtak le, és mire mehetnek erre esetleg a következő évben.
Ez volt a heti kortárs mai adása. Foglalkoznak kortárs műgyűjtéssel, keressenek rá az interneten, új játékszabályokkal, egy új fogalom. Élvezzék, és legközelebb is tartsák velünk, viszontlátásra!